Vine, 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 vine
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, ballagó diákot, szülőket és tanárokat. Salut cu deosebită stimă oaspeții noștri, absolvenții, părinții, profesorii și pe toți care ne-au cinstit cu prezența lor la sărbătoarea de azi. Köszöntöm körünkben Mékerék önkormányzat részéről, tehát Margit polgármesterasszonyt, Mékerék község polgármesterét. Salut cu deosebită stimă pe domnul președinte Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării române pe țară și pe domnul Bertol Netia. Pe domnul consul general Florin Trandafir Vasiloni. A Mékeréki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Berke Sándor urat. Salut cu deosebită stimă pe preasfinția sa, Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial, pe părintele Ionuț Negrău, pe doamna Maria Netia Perdi, directoarea grădiniței, pe doamna Tunde Isai, directoarea creșei, salut pe doamna Eva Iova Simon, directorul șef al săptămânalului Foaia Românească, pe reprezentanții revistei Cronica, pe Maria Gulsău Novak, directoarea Centrului de Documentare. Felkérem Martyi Ruzsa Anna, intézményvezető asszonyt, mondja el ünnepi beszédét. Rog pe Ana Ruzsa Martin, directoarea școlii, să vă spună discursul ei de rămas bun. Dragi absolvenți ai școlii noastre, iată că ați ajuns la finalul a 8 ani minunați de școală. 8 ani plini de bucurii și tristeți, realizări și încercări, prietenii și multe amintiri frumoase. Sunt mândră că am avut șansa să vă cunosc îndeaproape, să vă îndrum pașii și să vă sprijin în încercări, să vă ofer cunoștințe noi, dar mai ales să mă bucur alături de voi de acești minunați ani ai copilăriei voastre, presărați cu clipe vesele, cu amintiri frumoase, minunate. Privind astăzi la voi, știu că am reușit ceea ce mi-am propus. Văd înaintea mea tineri, inteligenți, sensibili și curajoși. Prin activitățile la care ați participat cu însuflețire, prin îndemeirile pe care le-ați avut, prin concursurile câștigate, ați demonstrat tuturor că nimic nu poate sta împotriva voastră. Ați zâmbit și ați avut emoții, ați dat de greu și ați reușit. Astăzi noi, profesorii voștri, dăm de greu. Este ziua despărțirii de voi, de copiii noștri de suflet. Sper că nu veți uita și că veți trece cât de des veți putea pragul școlii noastre pentru un gând, o vorbă bună, ori un sfat. Totodată mulțumesc din suflet și părinților voștri, atât în numele meu cât și al colegilor profesori, pentru bună colaborare, pentru încrederea acordată nouă, pentru implicare în proiectele și activitățile școlii. Vă doresc un drum plin de succese, de împliniri, un drum în care acasă să însemne și școala generală din Mikerechi. Dumnezeu să vă ajute, să vă scoate oameni buni în cale și să vă țină mereu sănătoși și fericiți. Kedves ballagók, kedves szülők, kedves vendégek! Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm mindenkit iskolánk egyik legszebb ünnepén, a ballagáson. Most ünnepeljük együtt a 8. évfolyam diákjait, akik az elmúlt 8 év alatt kisgyermekből kisiskolások, majd kisiskolásokból nagyiskolások lettek. Kedves ballagó tanítványaim! Bár igazgatóként
mondok most beszédet, de mint pedagógus szólok hozzátok. Az elmúlt 4 évben alaposan, de alaposan megismertelek benneteket. Szívemhez közel kerültetek, ezért számtalan emlék jut eszembe a rengeteg közös programokból, versenyek, kirándulások, bulik, amelyeket együtt éltünk meg. Eszembe jutnak a töri órák, időnként nevetésben fulladó pillanatai, amikor a kéretlen hozzászólások egészen más irányokban terelték a figyelmet. Amikor először 50-szer, majd később 100-szor írtátok le, vagy írtattam leveletek, csendben várom Damnanucit. Mindig lehetett számítani rátok a versenyeknél, a szerepléseknél, a műsoroknál. Mindig számos önként jelenkező volt. Igaz, előre megmondtam, kinek kötelező önként jelenkezni. A legnagyobb áldozatot mindig Puha Ági hozta meg nekünk. Mennyit mindent csináltunk együtt? Palacsintasütések, egyik színesebb volt a másik, mint a másik, csodaszarvastábor, hittantábor. Arról tudnék nagyon-nagyon sokáig mesélni. A reggeli piknikezős pillanatok, vagy a reggeli kómás pillanatok. Mindig lelkesedéssel, vagy mindig leskelődtem reggelente, hogy hogy aludtok. Este nem úgy hagytalak titeket abban a pozícióban. De mégis Zsófi egyik legjobb beszólása tetszett, és ezt nem is fogom elfelejteni. Szerintem Jézus Romániában született, mert ennyi kolostor, apáca és szerzete sehol sincs. A közös programok, feladatok megerősítettek benneteket kitartásban, önbizalomban, hogy sok mindenre képesek vagytok. Higgyétek el, ezeket az éveket, napokat, perceket nem lehet kitörölni az emlékezetünkből. Nyomot hagynak mindenkiben, bennünk is. Nem fogunk és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Pedagógus társaimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömeiteknek, átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, bánatot, és bosszankodtunk, ha néha úgy éreztük, hogy hiába dolgozunk. Kedves szülők! Önök is sokszor megtapasztalták azokat az érzéseket, amikor már szinte pattanásig feszülnek az idegeink, majd egy mosolyjal, jó szóval, bocsánattal, köszönömmel újra helyreállt a béke. Bízzanak benne, hogy bár egy gyermek nevelése közben sok borús pillanat is van, a végén mindig kisüt a nap. Lehet, hogy az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembenéznünk, voltak gondok a tanulással, a telefonozással és különböző szépítkezős kellékekkel. Kedves ballagó diákok, kívánom nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségek leküzdésében, alkalmazkodni a változásokhoz. Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni azokhoz, akik körülvesznek benneteket. És végezetül nem kell mindenkinek sztárnak lenni. Elég, ha értékes emberré váltok. Köszönöm. Felkérem Tát Margit polgármesterasszonyt, mondja el ünnepi beszédét. O invitam pe doamna primar Margareta Tat să-și spună vorbirea. Kedves ballagók, kedves ballagtató, pedagógusok, hozzátartozók, kedves ünneplők! Különleges nap ez a mai,
Amikor a gyermekeink elballagnak az általános iskolából, és hamarosan már egy teljesen új helyen, új körülmények között más kihívásoknak kell megfelelniük. Különleges a ballagó gyermekek számára, mert elköszönnek a jól megszokott környezettől, ahova szinte hazajártak. Azoktól a pedagógusoktól, akik féltő szeretettel vették körül őket a mindennapokban. És persze különleges ez a szülők, a családok szempontjából is, hiszen a gyermekeink most egy óriásit lépnek a nagybetűs élet felé. Egy óriásit lépnek, és innentől kezdve már sokkal önállóbban oldják meg a feladataikat, és mi leginkább csak a biztos hátteret, a telefonos segítséget, vagy a közös gondolkodás lehetőségét nyújthatjuk számukra, mert egy másik településen, egy másik közegben élik majd a mindennapjaikat, és töltik idejük nagy részét. Nagyon gyorsan elrepült ez a 8 év, amikor óvodásból kisiskolássá léptek elő, majd évről évre bővítve tudásukat, kibontakoztatva tehetségüket, egyre kíváncsibb, egyre érdeklődőbb módon néztek a nagyvilágra. Hamar elérkezett az a pillanat, amikor a kicsi gyermekeink felcseperedve fiatalokká érettek, akik a középiskola választásával elindulnak az úton, amely arra felé vezet, hogy megtalálják helyüket a társadalomban, hogy tanulmányaik által önálló lábra álljanak, és megalapozzák a jövőjüket. Kedves pedagógusok, tisztelt osztályfőnök! Elengedni a gyerekek kezét bizonyára mindig, minden alkalommal nehéz feladat. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy az útra való, amit az önök gondoskodása, a ti tanításotok által magukkal visznek, még hosszú időre kapaszkodót nyújt számukra a tanulmányaik során, így ez az elengedés csak képletes, hiszen még sokáig alapozhatnak arra, amit itt, az általános iskolában kaptak. Kedves szülők, családtagok! Nagy változás előtt állunk. A változás általában félelmetes az ember számára, hiszen nem tudja, mire is számíthat. Sok a bizonytalanság. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez az életrendje, hogy a gyermekeink felnőnek, és időről időre új kihívásokkal kell szembenézniük, új elvárásoknak kell megfelelniük, hogy közben értékes emberré nőjék ki magukat, megvalósítva az álmaikat. Mi pedig azzal segíthetjük őket ezen az úton, hogy biztos, szerető hátteret nyújtunk számukra, hogy teret engedünk az önállóságuknak, hogy mindig itt vagyunk, ha szükség van ránk. Kedves szülők, szívből kívánom, hogy legyenek mindig nagyon büszkék a gyermekeikre. Hogy támogatva őket az első önálló szerencsapásaik során mindig a lehetőséget lássák a próbálkozásaikban, hogy legyen erejük hagyni őket megbotlani, és türelmük kivárni, míg önmaguktól is felállnak, mert fel fognak állni. Kedves ballagók, kettős érzések kavarognak most bennetek. Egyrészt a búcsú és az elválás szomorúsága, másrészt pedig az előttetek álló ismeretlen felfedezésének jóleső izgalma. A meghatottság, a várakozás és az izgatottság, ezek mind-mind jelenlévő érzések a ballagás napján. Szívből kívánom, hogy szép emlékeket őrizzetek meg az általános iskolás éveitekről. Gondoljatok mindig jó szívvel tanítóitokra és tanáraitokra, akik kinyitották előttetek a tudás, a tudományok palotáját, és persze az itt maradó társaitokra is, akikkel mindez idáig egy közösséget alkottatok. Ne feledjétek, hogy az iskolától nem csupán tudást kaptatok, hanem értékeket is, olyan értékeket, amelyek segítenek benneteket a középiskola, majd később az egyetemi tanulmányok, sőt,
az élet rögös útjain való eligazodásban is. Kívánom, hogy az az út, amire most ráléptek, abba az irányba vigyen benneteket, ahol a tudásotokat és a tehetségeteket tovább tudjátok majd gyarapítani, megtalálva azt a szakmát, azt a foglalkozást, hivatást, amely kiteljesítve az életeteket, hosszú távon boldogságot és elégedettséget biztosít majd számotokra. Ha az ember bizalommal halad abba az irányba, hogy álmait megvalósítsa, és olyan életet éljen, amilyet elképzelt, olyan sikerekben lesz része, melyet mindennapi óráiban nem is várt volna. Ezért én azt kívánom nektek, hogy mindig legyenek álmaitok. Az álmaitok azért vannak, hogy megvalósítsátok, és meg is tudjátok valósítani, mert képesek vagytok rá. Bátorsággal, akarattal, egymás segítésével és támogatásával. Általános iskolai tanulmányaitok során ti már sokat tettetek mékerékért. Gondoljatok csak a számtalan versenyre, ahonnan büszkén és boldogan tértetek haza. A számtalan elismerésre, melyre szüleitek és tanáraitok mellett mi mindannyian büszkék vagyunk. Legyetek ezekre az eredményetekre nagyon büszkék ti magatok is. Kívánom, hogy minden iskolai jó emléketek, hagyományotok, baráti kapcsolatotok és minden útra való, amit magatokkal visztek, gyarapítson, építsen és erősítsen titeket. És ne feledjétek, hogy van egy hely, mékerék, ami titeket oltalmaz, ami mindig visszavár, ami mindig próbál nem csak a múltban, hanem a jövőben is segíteni és támogatást adni. Mékerék mindig hazavár benneteket. Sok sikert és minden jót kívánok nektek a magam és Mékerék nevében. Köszönöm szépen. Iskolán tanulói nevében mi, 7. osztályosok, búcsúzunk el a ballagó 8-osoktól. Numele elevilor, noi din clasa 7-a ne vom lua rămas bun de la absolvenții clasei 8-a. Dragi absolvenți, sau mai bine spus, dragi prieteni, toate trec, dar nimic nu trece fără ca să nu lase urme. Timpul este cel mai bun prieten al omului, el ne face să uităm greutățile, ne aduce bucuriile și ne lasă amintiri care pot fi hrana sufletului nostru în viitor. Tot acest timp ne arată că au trecut cei 8 ani de școală, el ne arată că s-a încheiat o etapă a vieții noastre și a sosit timpul să vă îndreptați privirile spre alte orizonturi. E timpul să vă împliniți visul și nu în ultimul rând vă dorim mult, mult succes în viață. Anii au trecut ușor, ca un fulg de cocor, ca un fulger ce trece prin nori, ați avut bucurii, ați legat prietenii. La revedere, dragi colegi! Kedves ballagó 8-osok! Búcsúzunk most tőletek, mi 7-esek. Hát itt hagytok minket. Talán vissza se néztek, amikor kiléptek ezen népület falainak kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek, és féltelek titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolán gondoskodása, féltő szeretete. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, de soha ne felejtjétek, hogy a Mékeréki Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven át,
ezért emlékeiteket sokáig őrizni fogjuk. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos történeteket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Adi Endre soraival búcsúzzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Már csak álom volt a szép diákvilág, s mint a fecske az alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. A következőkben műsorunk fő momentumához érve a 8. osztályosok búcsúznak el iskolánktól román és magyar versekkel. Amas uns la cea mai importantă etapă a programului nostru, când elevii a clasei a 8-a își vor lua rămas bun de la școală cu poezii românești și maghiare.
Kedves tanárok, szülők, diákok és vendégek! Úgy tűnik igaz, hogy amikor az ember azt akarja, hogy teljen az idő, hiába nézi az óráját, szinte állnak a mutatók. Amikor pedig azt szeretnénk, hogy kicsit még tovább tartson, csak épp, hogy egy nagyon keveset kapjunk még valamiből, akkor elszállnak az órák, írja Leinen Laura. Nem hittük volna, hogy ilyen gyorsan elrepül majd az idő. A tanáraink biztosan emlékeznek, mikor folyton kérdezgettük egymástól, mennyi az idő, vagy mennyi van még az órából? Akkor olyan volt, mintha lelassult volna a világ, hiába nézegettük az órát, az idő lassan, sőt egyre lassabban telt. Ma meg már az is lehet, hogy sokan visszülnénk egy utolsó órára, egy utolsó csengőszóra. Eltelt 8 év. Szinte már repült, mintha csak tegnap lett volna, hogy tanácstalan elsősként hallgattuk az igazgatói beszédet az évnyitón. Figyeltük, ahogy a nagyok szavaltak. Körbenéztünk az osztályteremben, és szépen lassan megtanultuk, hogyan is működik az iskola. Ma már rutinosan ücsörgünk az iskolai rendezvényeken, ismerjük a szabályokat. A mai rendezvényen mégis izgatottak vagyunk, mert tudjuk, egy korszak lezárul. Az elmúlt 8 év során az iskola részeivé váltunk, és az iskola egy darabja is bennünk marad. Roppant kevés dolog tart örökké, de ezen dolgok közé tartoznak az emlékeink. Ennél fogva az itt töltött évek örökök. A változás sokszínű. Lehet ijesztő, de szép, izgalmas, de a végeredmény csalódást is okozhat, és még sorolhatnánk. A mai nap a változásokról is szól. Miután elballagunk majd, rengeteg dolog megváltozik. Már nem Damnán utci igazgatónő évnyitó beszédét hallgatjuk majd, és a tanévrendjét sem Damnán Szolkánnal fogjuk megbeszélni ezentúl. De mindez nem ijeszthet meg minket. A változások az élet részei, és az, hogy el tudjuk fogadni őket, az tesz minket készé az életre. Nehéz elengedni az ismert dolgok biztonságát, és fejest ugrani az ismeretlenbe, az újba, de higgyétek el, mindennek megvan a maga szépsége. És ha egy kis bátorításra lenne szükségünk, csak tegyünk fel pár kérdést, amivel emlékeztethetjük magunkat arra, mire is vagyunk képesek. Kik voltunk az elmúlt 8 évben? A Mékeréki iskola diákjai. Kik vagyunk ma? Ballagók. De kik leszünk 20 év múlva? Nem tudhatjuk biztosan. Természetesen vannak vágyaink és álmaink, és őszintén reméljük, hogy nem csak a sajátunk, de másoké is valóra válnak. Most vár ránk egy új kezdet, mégis könnyekkel a szemükben búcsúzunk, de nem végleg. Képzeljük el, hogy 20 év múlva ott állunk a házunkban, és pakolgatás közben előkerülnek az általános iskolás képeink. Ránézzünk a fotóra, amely olyan, mintha egy történelemkönyvből lenne kitépve. Visszajönnek az emlékek, könnyezünk, sok érzés kavarok bennünk. Ezen érzések egyike a hála és a tisztelet, amelyet volt pedagógusaink iránt érzünk. Hiányoznak a régi barátaink is, hiszen 8 év az hosszú idő. A képet nézegetve visszaemlékszünk a sok örömteli pillanatra, amit együtt éltünk át. Ahogy mélyebb rásunk emlékeinkben, megjelennek előttünk az iskolai rendezvények és kirándulások. Elemezni kezdjük a történeteket. Most már minden világos. Tisztelt pedagógusaink! Hálásan köszönjük erőfeszítéseiket és kitartásukat. Önök nélkül nem kerülhetnénk ilyen közel a jövőhöz, amit tervezünk magunknak. Örökké a szívünkben maradnak. Kedves diákok, barátok! Igaz, ma elballagunk, de kapcsolatunkat továbbra is tartjuk. A legjobbakat kívánjuk nektek! Szülők, családtagok, rokonok, köszönjük a támogatást. Önök azok, akik mindent megtettek értünk, ezért hálásak vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Mékeréki iskola diákjai voltunk, és mélyen, legbelül mindig azok is maradunk. Az elmúlt évek emlékeit szívünkben őrizzük tovább. Ezen emlékek az értékek, melyek örökké tartanak. Leiner Laura szavaival búcsúzunk. Tovább lépünk, ezer felé megyünk, és bár barátok maradtunk, ezek az évek csupán emlékként maradnak meg. Domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, permiteți-mi să vă mulțumesc tuturor celor care ne onorați cu prezența
acceptând invitația lansată de întreg colectivul clasei a 8-a de a participa la acest fericit eveniment organizat în cinstea încheierii unei etape deosebit de importante din viața noastră, scumpii ani de școală generală. Se spune că cei mai buni oameni sunt aceia care fac din tine o persoană mai bună, iar dumneavoastră, domnii noștri profesori, ați dovedit acest lucru din plin. Cu această ocazie, ținem să ne exprimăm întreaga recunoștință și mulțumire în numele tuturor colegilor. Dumneavoastră, dascălii noștri neobosiți, plini de energie și de haruri, ne-ați îndrumat și ne-ați luminat calea, nu numai spre anii de liceu, ci spre un viitor măreț. Aș dori să mulțumesc în mod special unei persoane căreia i-am simțit dedicarea pe parcursul celor ani de curs superior și anume doamnei diriginte Sol Canonicu. Datorită dumneavoastră pot spune că am avut o clasă unită, ne-ați determinat să învățăm cu drag și să ne apropiem sufletește. Dumneavoastră ne-ați învățat să ne implicăm în societate, să dăruim, să ajutăm pe cei din jurul nostru și să colaborăm unii cu alții în spiritul prieteniei. Această determinare de a ne implica în diverse proiecte, atât la nivelul școlii, cât și la nivelul comunității, ne-a dus departe, la propriu, dar și la figurat. Nu în ultimul rând, ne luăm rămas bun de la colegii noștri mai mici, care rămân încă la această școală minunată din satul nostru natal. În special, predăm ștafeta clasei a 7-a, o clasă de care ne leagă multe amintiri frumoase și experiențe de neuitat. Le dorim spor la învățătură, să fie cuminți și ascultători. Totul parcă s-a sfârșit mult prea repede, iar timpul își cere acum tributul pe care cu toții îl datorem. Spunem acum adio unei părți importante din viața noastră pentru a întâmpina o alta. Nu vom uita niciodată acest loc minunat, leagăn al copilăriei noastre. Nu mi-ai zis.
Am avut și soare, am avut și nori, dar peste toate am trecut. Alături de voi, scump profesor, planuri mari noi am făcut. Lăsați să curgă astăzi jalnic, cu dor o lacrimă din noi. Am fost colegi, am fost o clasă, prin bucurii și prin nevoi. Lăsați cuvântul în amintire să spună ceea ce a trăit. Iertare, dragoste, iubire, plecăm de unde am venit. La revedere, școala noastră dragă și clopoțelul școlii noastre, la revedere! Mulțumesc pentru tot, școală! Amintiți-vă de noi uneori! Adios, scump profesor, vă mulțumesc pe tot ce ați făcut și vă mai zic de atâtea ori, voi ați făcut tot ce ați putut. Vor mai trece ani de-a rândul și noi departe ne vom afla, dar să știți că noi cu gândul aici lângă voi ne vom afla. Au fost ani frumoși de paradis, care nu se vor repeta niciodată, dar dacă nouă ne-ar fi permis, i-am trăit din nou și nu numai odată. Ultimul sunet, ultimul arcăreu, azi absolvenți suntem și noi. E veselă, dar totodată e atât de greu, căci de-acum ne despărțim de voi. Împreună același drum noi am parcurs, drumul prin care multe am învățat, și acum privim în urmă, 4 ani s-au scurs, când nici nu i-am observat. Viața se deschide în fața noastră, examene ne așteaptă, le așteptăm, învățăm să ne construim viitorul, dar școala noastră, dragă, nu uităm. Adio, scumpii mei colegi, vă îmbrățișez și vă iubesc, dar mai spun că ore întregi de voi eu o să mă amintesc. Într-o zi, când va fi soare, am să fiu din nou copil și am să urc în podul casei plin de atâtea amintiri. Scumpa mea, iubită școală, eu vrei, nu vrei, te părăsesc, îmi pare rău, fără îndoială, adio și mult te iubesc. Îmi pare rău, scump profesor, dacă am greșit eu uneori, vă cer iertare și doresc să vă mai spun că vă iubesc. E clipa unor mari emoții, căci trebuie să ne despărțim și fiecare va urma alt drum în viață pe care singur o să pietruim. Ce minunată era școală, vom spune poate într-o zi, s-au dus orele de odinioară, s-au dus și nu vor mai veni. Frumoase amintiri ne leagă de colectivul ce acum se desparte, împreună câte nu făceam noi și cât de uniți eram în toate. Bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el, vezet.
vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút itt, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép az ámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Kezünkben virágok, szemünkben könnyek, nemrég még azt hittük, búcsúzni könnyebb. Ásít a tanterem, üresen áll majd, de most még hallgat egy bús ballagásdalt. Bal kézben virágok, jobb kéz a vállon, még láncban lépkedünk az ének szájon. Kicsinke tarisznyánk, jelképes emlék, benne a pogácsa, érkeztünk nemrég, de már is tovább megyünk, hisz sodor a sorsunk. Búcsúzzunk tőletek, kedves tanárok, míg tart az életünk, emlékszünk rátok. A szívünk itt hagyjuk, lelkünkben vagytok, hálából nagy csokorvirágot kaptok. Tanterem folyosó ballagunk végig, szomorú énekünk felszáll az égig. Sok élmény barátság köt össze minket, ápoljuk gyönyörű emlékeinket. Szeretett iskolánk, elmegyünk innen, amit itt tanultunk, kincs lesz majd minden. Megyünk a jövőbe, az ajtót árva, csak szívünk szomorú, s bús lelkünk árva. Búcsúzunk, elmegyünk, e méla ünnep, megőrzi majd tisztán ifjú szívünket. Lejárt a mi időnk, ejtünk sok könnyet, ballag négy fénylő szemekkel könnyet. Olyan az én iskolám is, akár csak a többi ház, s mégsem olyan, mert abban a szellem lakik a tudás. Ott ismertem meg a könyvet, a betűket, a számokat, ott szültem a jövendőről szép és komoly álmokat. Szeretettel gondolok rá, s mikor elmegyek előtte, mint hű fia, tisztelettel meghajtom a fejemet. Thank you.
Köszönettel tartozunk mindenért, a tudásért, a bíztatásért, a figyelemért, osztályfőnökünknek a gondoskodásért, a türelemért és a kitartásért. Olyan gyorsan elteltek az évek, de még csak most kezdődik el az élet. Az alapokat itt tanították meg velünk, a jövőben így csak megtaláljuk a helyünk. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érsz vagyok, vagy pengő címbalom. Legyen bár proféta tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Nemrég indultunk el egy közös úton, néha sírva, néha nevetve a múlton. Terveztünk, bíztunk, s küzdöttünk mindenért, s ez a rögös közös út mostanra véget ért. Voltak botlások, hibák, s csalódások, mégis együtt váltak valósággal az álmok. 8 éve kezdődött el, s hamarosan véget ért, de hisszük, hogy az életben végig elkísér. Könnyes búcsú a barátoktól, kiket nem feledünk, búcsú tanárainktól, kikre örökre emlékezünk. Kilépünk a nagy kapun, amely már nyitva áll, elhagyjuk az iskolát, mi tártkarokkal várt. Volt egy korszak, ami itt ért véget, de mi tudjuk, hogy van egy új világ, és vár ránk az a gyönyörű világ, ahova mindenki beléphet. Itt az idő, amire már rég vártunk. Újra az iskola kapujában állunk. Hirtelen mindannyian felkiáltunk, a kapun túl vár a szabadságunk. Csak nézzük egymást boldogan, a csengőszól még utoljára halkan. Lelkünkben mégis van fájdalom, hisz a sulit ma utoljára láthatom. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok. Tudni akarod, hogy mit gondolok? Rendben, neked elmondhatom. Új diákok, tanárok és új iskola. Sok minden megváltozik, de te maradj önmagad. Ha megfogadod a tanácsom, semmi baj nem érhet a világon. De te légy erős, kitartó és bátor, amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot. Odakin, már vár ránk a nagybetűs élet, a sorsunkin már egy másik útra lépett. Elballagunk szépen, mert éretté váltunk, most már más irányba visz minket a vágyunk. Jó tanárainknak megköszönjük szépen, utunk végéhez ért, nekik jár az érem. Kevés most a szép szó, csokorban virágok, búcsút mondunk mi, a vén diákok. Hinni a szépet lehetetlent, hogy egyszer valóra válik, hinni a vágyban akaratunkban, ha kell, hát bízni halálig. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándorút véget soha nem ér, s ha nincsen gyökerünk, elvisz a szél. Múlik minden, szaladnak az évek, búcsút intünk, fájú diákévek.
singur Dumnezeu, să nu avem nevoie nici măcar de un leu. Hai spune-mi tu, ce bine ar fi să nu lăsăm banii să vorbească pentru noi. Bogăția e în inim, nu foi. Tu spui că sunt, tu spui că sunt un vizător. Cei ce așteaptă soarele și nu mai iese. Mai spune-mi, știi, un om a zis, dacă vrei să vezi zile mai bune, tu fii schimbarea ce vrei să o vezi în lume. Tu spui că sunt, tu spui că sunt un visător. Lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba, visător. Uite ce-a fost rău, așa e cel mai bine. Și fără, fără, fără vis ar fi nopțile mai grele. Dar eu, eu, eu visesc că sunt cerul prin vesele. És most szeretnénk közösen énekelni egy éneket, nem kommentáljuk, egy tanítónőnek az emlékére, aki nagyon sok időt és energiát fektetett abba, hogy ezek a gyermekek itt legyenek. Thank you.
A megérdemelt munka jutalmaként a díjak átadása következik. Felkérem Martin Ruzsa Anna intézményvezető asszonyt, adja át a díjakat, elismeréseket és bizonyítványokat. Programo se va continua con munaria premilor diplomelor. Orope Ana Ruzsa Martin, directoarea școlii, să înmâne diplomele certificatele. Nevelőtestületi dicsérendben részesítem Puha Euniki Ágnes. Nevelőtestületi dicséretben részesítem Bordás Hannát. Nevelőtestületi dicséretben részesítem Bihari Márkó Noelt. Dicséretben részesítem sporttevékenységéért, közösségi munkájáért Szűcs Grétát. Osztályfőnöki dicséretben részesítem közösségi munkájáért Ruzsa Bálintot. Osztályfőnöki dicséretben részesítem jó tanulmányi és közösségi munkájáért Patka Melisszát, Nemit. Osztályfőnöki dicséretben részesítem sporttevékenységéért, közösségi munkájáért Miron Andrét. Osztályfőnöki dicséretben részesítem jó tanulmányi és közösségi munkájáért Toszecki Dorottya Sárad. Osztályfőnöki dicséretben részesítem közösségi munkájáért Árgyalán Adélt. Osztályfőnöki dicséretben részesítem kedves művésznőnket, közösségi munkájáért Csüllök Zsófiát. Van még párja. Osztályfőnöki dicséretben részesítem közösségi munkájáért Herdján Hannát. Osztályfőnöki dicséretben részesítem közösségi munkájáért Kántor Luizát. Osztályfőnöki dicséretben részesítem jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Megyeri Naomi Rebekát.
Felkérem Tát Margit polgármesterasszonyt, hogy adja át a települési önkormányzat ajándékait a végzős diákok részére. Rope domna primár Margareta Tát sa darujaska absolvencilor cadourile primariei. Hát valóban egy egyedülálló és rendkívül különleges csapat vagytok. A sok dicséret, amit kaptatok, és a műsor, amivel megtiszteltétek tanáraitokat és szüleiteket, ez mindezt igazolja. Gratulálok, és nagyon sok sikert és boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen az osztályfőnök munkáját, mert neked köszönhetően ilyen ez a csapat, amilyen ez a csapat. És az ajándék is arról szól, ami a záró mondatom volt, még elég hazavár titeket. Mindig, minden körülmények között. Hát a família do Nobihar, de Rocha. Felicitări și ne mai întâlnim și marți, dacă știu bine, da? Mulțumesc! Felicitări! Ai dat-o bine, Anna, vorba și Anna. Te rog frumos și un succes în continuare, draga mea. Gere, la listă, unde e? Sok sikert kívánok a jövőben, és mindig ilyen mosolygós maradj, mint most vagy. Gyere, tündélkül! Szívből gratulálok, Réti, csak ügyesen a továbbiak. Másik művésznőt kérek szépen, mert gyármondás. Szívből gratulálok, Hanácska, ügyes légy. Aztán jól viselkedjetek is felett, és tudtál folytatni a mági vizsgát. Csak így, hogy szoktuk. Ágita. Felicsitert Bárkának, új kocsesség kontinuálja. Felicsitert Sipa. Ágya Bárkának. Tátor Lujza. Sok sikert is, nem ám, hogy miatt a jövök. Oké, csak jól. Köszönöm ki, Dorocsa Sára. Szívből gratulálok. Leginkább az osztálytőnöknek a türelméhez. Csülök Zsófia. Kérem Kozma György elnök urat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnökét, hogy adja át a díjakat a ballagó nyolcadikosoknak. Europa domnul președinte Gheorghe Kozma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, să dăruiască absolvenților cadourile. Thank you.
onorate oficialități, onorate cadre didactice, stimați părinți și bunici și, nu în ultimul rând, dragi absolvenți, primiți din partea mea și a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria cele mai sincere urări de bine. Sunt fericit să fiu azi aici alături de dumneavoastră ca împreună să ne bucurăm de reușitele copiilor noștri. Dragi absolvenți, azi este chiar o mare sărbătoare. Mare sărbătoare fiindcă toți ne bucurăm de voi, toți ne bucurăm că ați reușit, dar totodată, să fim sinceri, simțim și o mică tristețe în sufletele noastre, fiindcă părăsiți această școală, părăsiți colegii voștri. Eu știu că n-a fost ușor și poate fără profesorii voștri n-ați fi reușit. Eu vă sfătuiesc ca și în continuare să îndrăgiți cartea, să nu uitați limba și cultura noastră strămoșească și mereu să aveți încredere în voi. Vă felicit din tot sufletul și vă doresc mult succes și în continuare. Felicitări! Dar prima dată o diplomă aș mâna din partea autoguvernării pentru Puho Agnes. Felicitări! Și o diplomă din partea Centrului de Documentare și Informare pentru Bordas Honna. Și ne-am pregătit pentru fiecare dintre voi cu o mică atenție pe care aș dori să vă amân. Felicitări mai odată! A szózat elhangzása után a negyedik osztályos felkérem Berke Sándor urat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, adja át az ajándékokat a ballagó diákoknak. Őről pe domnul Alexandru Berke, președintele autoguvernării romilor, se înmune cadourile absolvenților. Mulțumesc frumos.
Și acum rog pe preasfințitul Sălivan să mâne cadourile pentru copiii care au fost la religia ortodoxă. Dragi absolvenți, distinse oficialități, dragi părinți, dragi cadre didactice, doamnă diriginte, doamnă primar, doresc să vă felicit pentru această zi minunată, care va rămâne de neuitat în sufletele voastre de copii și, bineînțeles, este un pas important pentru viitor. Vă așteaptă pe cei mai mulți dintre voi liceul românesc din Jula. Cu câtă dragoste plecați de aici, la fel veți fi primiți și acolo. Cu siguranță sunteți aproape niște oameni împliniți, mult mai mari decât ne-a fi imaginat pentru clasa 8-a și cu siguranță toate visurile și toate dorințele, toate gândurile vă stau înainte. Înainte de a acorda câteva premii, doream să vă transmit și un mic mesaj de binecuvântare din partea întâi stătătorului bisericii noastre ortodoxe române, prefericitul Părinte Patriar Daniel, care în această perioadă se adresează tuturor celor care susțin examene. Iubiți elevi, dragi tineri, Biserica a susținut și promovat de-a lungul întregii sale istorii, care este și o istorie culturală, școala, formarea intelectuală, spirituală și morală a omului. Examenele pe care le susținem în viață sunt cele mai bune prilejuri de evaluare și maturizare intelectuală într-o societate din ce în ce mai animată de competiție, dar și trepte necesar de urcat spre înțelegerea și dobândirea unor valori care sporesc cultura necesară a dialogului și întrețin comuniunea normală între oameni. La începutul acestei perioade cu examene pline de firească emoție și intens consum intelectual, îi îndemnăm pe părinți și pe profesori, dar și pe preoții din parohiile voastre să vă susțină concret fiecare în sfera sa de competență și comunicare cu voi, unind sfatul bun cu încurajarea și cu rugăciunea și ajutorul personal. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Învățătorul și Lumina Lumii, să vă dăruiască pace sufletească, mult curaj, succes și bucurie. Și semnează cu părintească iubire și binecuvântare Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Felicitări încă o dată tuturor și bineînțeles că doresc să oferim și câteva premii celor care alături de părintele s-au nevoit de-a lungul anului pentru a cerceta și din tainele orilor de religie și aflării despre Dumnezeu, și o să-i nominalizez pe rând, și anume Bordaș Ana, Ciloc Sofia, Ruja Balint, Suci Greta, Tosecki Dorotea. Mulțumim încă o dată, felicitări tuturor și mult succes și pe mai departe. Vă mulțumesc și dumneavoastră. A szózat elhangzása után a negyedik osztályos tanulók átadják a lufikat, majd a lufik elengedése után műsorunk véget ér. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, további szép estét kívánunk! Programul se va încheia cu eliberarea baloanelor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc și pe mai departe o seară plăcută!
pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. Fate as if I'm wasted. And I'm wasting every day. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. 2 o'clock in the morning, something's on my mind. Can't get no rest, keep walking. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carry it on. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. Feel as if I'm waiting. Little bit of love.